étrendkiegészítők és táplálékkiegészítők sorakoznak ennek a nyíregyházi gyógyszertárnak a polcaim. Ezek mind ellenőrzött hatóanyagú és tartalmú készítmények, ellenben azzal a férfiaknak szánt étrendkiegészítővel, melyet a Nébika napokban vont ki a forgalomból. Ebben az esetben, mint már régebben is előfordult, hogy egy étrendkiegészítő termékben Magyarországon vényköteles hatóanyagot találtak. Ez vannak olyan termékcsoportok, amikor a gyógyszerek sokkal hatékonyabbnak bizonyulnak, és ilyenkor a gyártóknak sokkal egyszerűbb ezt a gyógyszert beletenni egy étrendkiegészítőbe, de mivel ez jogszabályellenes és ártalmas lehet a betegeknek, ezektől a termékektől érdemes távol tartani. A legveszélyesebb ezeknél a termékeknél, hogy nem ismert a teljes hatóanyagtartalmuk, így nem tudhatjuk azt sem, hogy milyen mellékhatások alakulhatnak ki a szedésük következtében. Míg a hasonló gyógyszereket tartalmazó vényköteles készítményeket csak orvosi felügyelet mellett lehet szedni, így ezeknél akár életveszélyes mellékhatások is kialakulhatnak. Lehetőleg megbízható forrásból szerezzük be ezeket a termékeket, itt főképp gyógyszertárak, gyógynövény boltokra gondolok, illetve hát ha lehetséges az internetet, mint beszerzési forrást érdemes kerülni, bár itt is vannak olyan megbízható helyek, ahol ezt jelölik is a honlapon, ahonnan nyugodtan lehet vásárolni. Ezeknek a honlapoknak az üzemeltetői általában gyógyszertárak. A Nébik vizsgálata április végén gyógyszerhatóanyagot mutatott ki az említett termékekben, holott étrendkiegészítőknél ez nem megengedett. A kimutatott szildenafil és tadalafil ráadásul Magyarországon orvosi rendelvényhez kötött, olvasható a közleményben.